következő témakör az a kimenő levelezés. Amikor arról beszélek, hogy kimenő levelezés, akkor egy speciális módját használom a levelezésnek. Ez nem az, amire alapvetően talán létrehozták az SMTP, meg az IMAP, meg a POP3 protokollt, hogy emberek kommunikáljanak rajta, hanem hát nevezzük úgy, hogy entitás küld üzenetet embernek. Az a helyzet, hogy nagyon gyakran látom rendszergazdáknál azt, hogy futtatnak bizonyos szoftvereket szervereken, és nem veszik figyelembe, hogy azok a szoftverek nem tudnak beszélgetni velük. Van valami olyan kommunikációs forma, amin a szerverek tudnak beszélni, de az emberek azt nem szokták meghallgatni. Ez egyébként tipikusan a logfájlok. Hogyha az ember nem nézi a naplókat, akkor soha nem lesz tudomása róla, hogy annak a szegény szervernek mi fáj. És lényegében az, amikor a szerver akar nekünk valamit mondani, vagy például időzített folyamatokat futtatunk, és szeretnénk, hogyha annak a kimenetét látnánk, akkor szükségünk van arra, hogy ő egy levélen keresztül el tudja nekünk küldeni az információt, mindenkinek ez a legkényelmesebb. Nyilván azt is meg lehetne oldani, hogy felhív minket telefonon és lediktálja az adatokat, de praktikusabb az e-mail. Ezért aztán szervernél, minden egyes telepítésnél kötelező az, hogy megcsináljuk tisztességesen a kimenő levelezést. Erre elvileg használható lenne egy klasszikus levelező szerver, amik általában nagyon nagy tudásúak és ezernyi funkciót ellátnak, de erre tulajdonképpen a legtöbb esetben semmi szükség nincs, hiszen egy tipikus vállalati intézményi hálózatban van egy smart host, aminél mondjuk a legbonyolultabb esetben egy SSL TLS titkosított módon lehet hozzákapcsolódni, és van mondjuk autentikáció, de lényegében van egy bizonyos gép, akinek továbbítani kell a küldendő levelet, és kész. Ennél több funkcióra valójában nekünk nincsen szükségünk. És ezért aztán, hogyha én egy szervert telepítek, és arra létre kell hoznom egy ilyen minimális levelező funkcionalitást, akkor nem is javaslom, hogy a klasszikus levelező szerverek közül választhatok, amiből egyébként mi a Postfixet szoktuk ajánlani, de ízléstől függően elvileg használható számos másik Exim, a Sendmail, Qmail és így tovább. Ez is, mint minden más gazdag szabad szoftver megoldásokból. Lényeg az, hogy nem túl szerencsés ezt választani, mert teljesen felesleges. Feleslegesen bonyolult beállítani, feleslegesen növeli a biztonsági kockázatot. Egy faék egyszerű levelező az nekünk pont elegendő lenne. Mi az, amit még elfelejtettem mondani? Hát igen, vannak olyan mögöttes funkciók, amelyek se nem szervizek, se nem időzített programok, és mégis valamilyen abból levelet szeretnének küldeni, például a read, aki szeretné jelezni, hogyha az egyik diszk meghal benne, és ugye erre semmi más módja nincs, mint hogy egyrészt naplóba beleírja, jól nevelt rendszergazda persze minden nap feldolgozza a naplókat, és így nem kerül el a figyelmét semmi, de még jobb lenne, hogyha egy levelet is tudnak küldeni erről. Napló elemző rendszer, erről beszélek, egy egyszerű napló elemző rendszer minden nap egyszer vagy többször megnézi a naplóállományokat, és hogyha valami rendellenesen talál benne, azt elküldi a rendszergazdának. Szintén e-mailben. A következő felügyeleti rendszerek. Általában a tipikus felügyeleti rendszereknek nem áll rendelkezésére közvetlen SMS küldési lehetőség. Nagyon ritka az, aki ezt megteheti. Aki nem teheti meg, az e-mailben jelzi, hogy baj van. Hogy valamelyik szolgáltatás nem működik, hogy egy erőforrásból kezd kifutni egy rendszer, megint csak kimenő levelezésre van szükség. Webalkalmazások, egy felhasználó regisztrál, valamilyen probléma adódik a működés közben, egy webes rendszer maximum a webes felületre írhatja ki, de hát azt meg kit érdekel, az ugye a felhasználók által van nézve, tehát itt is kimenő SMTP. Oké, hogyan lehet ezt megoldani? Hát a legelső sor, ami a legérdekesebb, az a helyzet, hogy én jó pár ilyen dolgot átnéztem, egyébként korábban magam az SSMTP-t használtam, ami a Simple SMTP-nek a rövidítése, de megmondom őszintén, hogy Varga Csaba kollégám javasolta, hogy nézzem meg az MSMTP-t, és megnéztem, és úgy gondolom, hogy ma ez a legjobban ajánlható megoldás. Ez egy rendkívül praktikus, a mai napig fejlesztett eszköz, ami nagyon egyszerű, ugyanakkor bőven eleget tud ahhoz, hogy mindenféle funkciója megfeleljen az elvárásoknak, és abban az esetben, hogyha
hogyha mi egy központi levelezőként akarjuk használni, akkor vannak ilyen kis apró kiegészítői, mint például az MSMTP kötőjel MTA. Ezek egyébként a csomagoknak a nevei is, amiket itt most elmondtam. Ezek az eszközök, ezek lehetővé teszik azt, hogy egy egyszerű konfiguráció után levelet tudjunk küldeni a rendszerről egy smart hostra. És a smart host nyilván az már egy nagy komoly levelező szoftver lesz, ott már van mail routing, ott már van queuing, meg mindenféle egyéb funkció, ami egyébként egy ilyen minimalista rendszeren felesleges. Nézzük, milyen fontos jellemzői vannak. Hát egyrészt ez mondjuk minket annyira nem érint, de egyszerű felhasználóként is használható ez az eszköz, hogyha valakinek éppen a laptopjára szüksége van egy SMTP sender alkalmazásra, mert nem tudja mindig elérni a smart hostját, akkor ez egy kiváló eszköz. Szépen meg lehet azt csinálni, hogy mi feladjuk a levelet úgy, mintha elküldtük volna, és az a rendszer meg majd érzékeli, mikor rádugjuk a hálózatra, és akkor fogja továbbítani. Erre egyébként nagyon sokféle megoldás van, ezt is fel lehet okosítani erre. A következő nagyon praktikus, hogy teljes körű TLS SSL támogatás van benne, tehát nem csak annyi, hogy képes SSL-lel vagy TLS-sel kapcsolódni egy szerverhez, hanem egyrészt képes leellenőrizni a szerver oldali tanúsítványt, hogy nehogy valami kamu szerverbe küldjünk levelet. Ez szintén man in the middle támadás. Emlékeztek rá, mit mondtam? Én a saját gépemről csatlakozok egy szerverhez, aminek mondjuk legyen az a neve, hogy mail.tonline.hu, csak így példakedvéért, de valójában nem tudom, hogy az micsoda a túloldal, ha csak nem tudom leellenőrizni annak a hitelességét. És erre viszont lehetőséget ad a TLS, meg az SSL, ha a kliensen fel van rá készítve. Na ebben az esetben ez fel van rá készítve, úgyhogy meg lehet vele csinálni a szerver oldal hitelesítését, és nagyon praktikus, komolyabb vállalati hálózatoknál elvárják azt is, hogy amikor én kapcsolódok egy SSMTP-hez, akkor egy normális, rendes aláírt tanúsítványt mutassak fel. És ez meg a kliens oldal hitelesítése, ezt is meg tudja csinálni nekem. Egy kellemetlen sajátossága, hogy nem tárol. Az a helyzet, hogy az SMTP protokoll és annak kezelő szoftvereiről ugye ismert tény, hogy a store and forward módon szokott működni. Beérkezik egy levél, azt eltárolja egy queue-ba, és utána megpróbálja továbbítani a megfelelő helyre. Ezért hívják store and forward. Na már most ezek a minimalista megoldások, az SSMTP is, meg az MSMTP is, alapvetően nem store, csak forward. Egyébként van olyan is, hogy prox SMTP, az meg annyira nem store, hogy konkrétan az egy TCP kapcsolatot épít föl. Tehát lényegében csak tudja, hogy hová kell az SMTP szerverhez fordulni, és lényegében csak felépíti a TCP kapcsolatot önmagán keresztül. Most visszatérve az MSMTP-re, tehát mivel nem tárol, ezért aztán, ha éppen nem érhető el az SMTP szerver, az a smart host, akkor kellemetlen helyzet van, mert nem tudja eltárolni, olyan funkciója nincs, úgyhogy akkor eldobja a levelet. Ez mondjuk egy felügyeleti rendszernél nagyon kellemetlen. Ebbe belefutottam egyszer egyébként, hogy készítettem egy felügyeleti rendszert egy virtuális gépen, aki figyelte a hálózati szolgáltatásokat, és amikor egy hálózati probléma volt, akkor küldött egy levelet, hogy nem működik a hálózat. Értitek a problémát? Igen, szóval nem. Mindig csak az jött, hogy a hálózat rendbe jött. Néztük, hogy de miért? Nem is volt neki semmi baja. Aztán utána kiderült, hogy de volt, csak nem tudta elküldeni. És akkor utána az ember ilyenkor két dolog közül választhat. Az egyik az, hogy felteszek akkor egy ilyen masszív levelező szervert, ami store and forward. Ez egyébként általában nem túl bonyolult, de van egy másik megoldás is, ennek az MSMTP-nek van egy kis kiegészítő eszköze, ezt a telepítéskor felteszi egyébként maga is, csak használnunk kell, ami egy ilyen minimalista kis körbebástyázása a sztorinak, és annyit csinál, hogy van egy ilyen queue manager, de tényleg egy shell script, tehát ne valami komolyról gondoljatok, amikor küld egy levelet, akkor azt eltárolja egy fájlba, és utána megpróbálja időnként az MSMTP-vel feladni. Ha sikerül, akkor törli a queue-ból. Tehát ilyen nagyon-nagyon primkó, de tökéletesen megfelel a célnak. És ebben az esetben, hogyha ezt az MSMTP queue-t használjuk, akkor már offline is használható. Innentől kezdve a számítógépemen nyugodtan
amikor online vagyok, akkor lehúzom a leveleimet mondjuk Pop 3-mal, szépen megválaszolgatom őket a metrón, és utána, amikor legközelebb egy wifi közelébe érek, akkor az ez a MSMTP QoS szépen kiküldi a leveleket, amiket közben írtam. Oké, nézzük, hogy hogy kell beállítani. Hát azt mondtam, hogy nagyon primitív, úgyhogy erre számítsatok. Itt most konkrétan a T-Online-hoz állítottam le, ott annyi érdekesség van, hogy nem SMTP van, hanem SMTPS, tehát egy titkosított SMTP kapcsolat, az nem 25-ös port, hanem 465-ös port, és ott be kell kapcsolni a TLS-t, tehát látszik, hogy megvan adva a hostnév, port, TLS be van kapcsolva, és a TLS certified check-et én kikapcsoltam, rossz kutya vagyok, valójában egy rendes ember az letöltötte volna a T-Online-nak a tanúsítványát, és beállította volna, hogy a megfelelő aláíró szervezetnek a tanúsító kulcsa, meg a CRL-je az ott legyen a MSMTP alatt. Nyilván, hogyha ez egy üzemi rendszer lenne, akkor én ezt így csináltam volna meg, de egyébként jelzem, hogy a TLS-nek, meg SSL-nek az egyik tulajdonsága az, hogy lehet a szervert hitelesíteni, meg a klienst, de azért mégiscsak az az alapvető oka, hogy ezt használjuk, hogy titkosítja a csatornát. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy TLS check off, akkor is titkosítja a csatornát. Csak annyi, hogy akkor a menüntő middle támadásnak adtam egy kis teret, de mondjuk tehát ebben az esetben én mondjuk a T-Online-nak a hálózatán lógok, hogyha valaki meghamisítja a mail.tonline.hu-t, amíg beér a kábelmodellentől az ő rendszerükbe, hát akkor így álltam. Ez mondjuk nem teljesen tipikus probléma. Oké, a következő... Ez egy nagyon érdekes dolog. Ha én szerveren állítok be levelezést, akkor nagyon praktikus, hogyha az a bizonyos szerver, az mindig egy bizonyos e-mail címet használ a kimenő leveleiben. Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy találkoztatok-e már ilyen problémával, én üzemeltettem párhuzamosan, mint egy 120-150 darab tűzfalat, és nagyon nem vicces, amikor reggel jönnek a Kronoktól mindegy 350 darab levél, és nem tudjuk, hogy melyik melyik. Mert az van, de jön a feladó, Kron. Nagyon jó. Na most ennek a megakadályozására az a megoldás, hogy minden egyes gépnek kell egy egyedi e-mail címet csinálni, hogyha az ember mondjuk egy üzemeltető cégnél dolgozik, akkor a saját üzemeltető cége a domain, és minden egyes gépnek van egy host neve, és innentől kezdve a from mezőben ez fog megjelenni, tehát látni fogom azt, hogy kitől jött a levél, ki az a szerver, aki küldte a levelet. Ezért úgy állítottam be ezt az MSMTP-t, hogy fixre ezt a from címet adja meg mindig. Nyilván, hogyha az ember a desktopján akar beállítani a levelezést, akkor ezt nem így fogja beállítani, de mivel titeket most alapvetően szerverüzemeltetésre képzünk ki, ezért azt gondolom, hogy ez a helyes megfejtés. A következő ebben az esetben az a szerver az elvárja az SMTP-n a hitelesítést is, be lehet kapcsolni, és a felhasználó jelszót meg lehet adni. Egyébként többféle hitelesítési módszert is tud ez a rendszer, hogyha valakinek ilyen misztikus hitelesítési módszerre van szüksége, azt is be lehet állítani. Annyit azért elmondok, hogy általában tipikusan ez szokott lenni a helyzet, mint amit itt most felvázoltam, hogy TLS plusz klasszikus ilyen felhasználós jelszó alapú hitelesítés. A következő syslogon, ez ugye azt mondja a rendszernek, hogy ha bármit csinál, akkor a syslogba azt szépen írja bele. Ez későbbiekben praktikus lesz. És még egy fontos dolog, hogy van egy aliasis, ami általában egyébként szerveren nem lenne túlzottan érdekes, viszont van egy fontos dolog, hogy a cron alapvetően, meg egyébként nem csak a cron, hanem egy csomó szerveren futó démon, az automatikusan a rootnak küldi a leveleit. Ezzel megint csak belefutottam egy pár szalmábicskába, hogy küldünk egy root kukac valaminek levelet, ami elmegy valakinek, mert az a domain név az nem mi vagyunk, és valakinek elmegy az a cím. Nagyon praktikus, hogyha a rootnak menő leveleknek beállítunk explicit módon egy e-mail címet, és erre az aliasis használható. Itt azt mondja, hogy a root az menjen el az admin kukac. ES2K2.hu-ra. Ez egyébként megint csak egy praktikus tanács, hogyha lehet, akkor ne használjatok egyedi emberi e-mail címeket, mert azok az emberek azok
megbetegszenek, elmennek a cégtől, akármi történik velük, éppen ma nem jönnek be, ezért aztán praktikusabb inkább adminisztrátori csoport e-mail címeket létrehozni, és mindig az ilyen helyeken az adminisztrátori csoport e-mail címeket adni, és így, ha értesítés érkezik, akkor azt megkapja minden egyes résztvevő. Hát ennyi volt a kimenő levelezés, hál' Istennek egyszerű volt, és gyorsan le is tudtuk. Akkor most...